Számos oktatási intézmény megújult a nyáron Nyíregyházán. A város saját forrásból 655 millió forintot biztosít önkormányzati intézmények felújítására. A munkákat három ütemben valósítják meg, az első két részben iskolák, óvodák is korszerűsödhettek. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Sok mindenről tudunk beszélni, hiszen nagyon sok pályázat fut és előkészületben is van. Kezdjük akkor az intézmények felújításával. Mik azok, amik most a nyáron elkészültek, a legnagyobb volumenű beruházás? Most nyáron kihasználva a nyári szünetet, iskolai részben óvodai szünetet is, a legszükségesebb karbantartások, megoldandó feladatok valósultak meg. Ennél sokkal nagyobb volumenű lesz, ami következő évben indul. Tulajdonképpen az összes óvodát fel fogjuk újítani, energetikai korszerűsítés történik, és a bölcsődét, ugye 34 óvodája van a városnak, 35. épül a kórház területén, és van 9 bölcsőde. Nagyobb rész már aláírt szerződéseink vannak, az utolsó kört épp a múlt héten adtuk be, ez a topos keretre, a felújításokra. Értelemszerűen ez az iskola óvodai élet miatt, ez nyárra korlátozódik, tehát ez a konkrét megvalósítás következő nyár, 18 és 19 nyáron történik, ez több mint 2 milliárd forint összeget jelent, de hát láthatjuk, hogy most is vannak folyamatban beruházások Nyíregyházán, részben a TOP, részben a Modern Városi Program, költségvetési forrás, egyéb pályázat, illetve a város saját költségvetéséből finanszírozva, ez általában az embereket nem érdekli, nagyon helyesen, az érdekli, hogy megvalósuljon. Mik azok, amik a legjelentőségteljesebbek a város számára? Igazából mind fontos, tehát úgy állítottuk össze, ez egy komplex csomag, hogy minden szükséges problémára találjunk megoldást. Ugye, ami most folyamatban van, hát tudjuk azt, hogy Sóston 2 hotel épül, illetve most történik a munkaterület átadás a látogatócentrumnak az állatkertben, az a harmadik beruházás, ez összegszerűségét tekintve egy 6 milliárd forint közeli beruházás. Folyik a mezőutcai csomópont építése, ez karácsonyig befejeződik. Ez egy költségvetési forrásból finanszírozott, nem sokára vége az STK, második körös Szent István utcai STK beruházásának, a Bencs Villa szintén a végéhez közeledik, illetve tegnap zártuk le a Borbányán, az Alma utcán a csapadékvizes fejlesztésünket, amely 5 részből állt. Az csak azért húzódik át idézőjelbe, mert megtakarítás történt, és ezért a megtakarításból a Virág utcán még egy szakaszt meg tudunk építeni. Szeretnénk még az idén. Határidő van jövő nyárig, de ugye a csapadékos időszak miatt én nagyon remélem, hogy november végéig az is elkészül. Vannak-e gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatok? Igen, ami szintén folyamatban van, az úgynevezett paktum. Ez már folyik, ez is egy 2 milliárdos keret, ami arról szól, hogy a városban lévő nagy cégek, foglalkoztatók, munkahelyteremtő beruházásaihoz részben, részben a kis középvállalkozásokhoz a minőségi átképzéseket is jelentő szakmunkás képzést tudjuk biztosítani. Ez gyakorlatilag egy fél éve már folyik. Az első konkrét szerződések még az idén meglesznek. A gazdaságfejlesztés tekintetében is nagyon fontos, hogy a nyugati elkerülő teljes körű megépítésére a pályázat 3 hete ki van írva. Tehát ugye a Tiszavasvári úttól első szakasz a Tokaji út, aztán Nyírszőlős, illetve Sóstóig, ez is 2020-ig megépülhet. Ehhez kapcsolódik a csomópont, hogy az első csomópont az a Tiszavasvári út, az első rész a Mező utca, ami most karácsonyig elkészül, jövőre tervezzük a túloldalon, a Derkovics utcán, a Kassa utcánál egy csomópontot építeni, valószínűleg 19-ben, 2 év múlva pedig a Szélsőbokori útnál, és ezzel mind a
az autópálya megközelítés, mind az ipari park megközelítés teljesen biztosítva lesz. Emellett a kertvárosból teljes körülön 2 év alatt szeretnénk kivonni a forgalmat. Ennek része az, hogy a Bottyán utcán építünk egy új utat, Rókabokori útnál, azért, hogy a teherforgalom kimenjen. Nagyon sok olyan útfejlesztési programunk van, aminek az volt a feltétele, hogy gazdaságfejlesztési vonatkozása, hatása legyen, de tulajdonképpen ezek Nyíregyházára számára évtizedek óta szükséges beruházásokat jelentenek. Ha már itt útfejlesztésekről beszélünk, a belváros tehermentesítése, nyilván az elkerülők ezt részben megoldják, de azért a reggeli és délutáni csúcsforgalmak mégiscsak megmaradnak. Tehát akik itt élnek és itt igen, városon belül közlekednek, azoknak is szükségük van valamilyen megoldásokra. Több olyan esőbb a csomópont fejlesztés van, ezt szűrtük ki. Jelenleg még tervezés alatt, mert ugye ezeket még általában vagy most kötöttük meg a támogatási szerződést, vagy még előtte állunk. Tehát például a Törzs utcán 3 csomópont fejlesztés olyan szakaszban van, hogy már a tervek elkészültek. Most készülünk a kivitelezési tenderek indítására. Az egyik a Semmelweis Törzs utcai körforgalomépítés, a másik a Pazonyi útnál egy új sáv, a jobbra a 4-esre való ráfordulást segíteni, a másik oldalon pedig a benzinkútnál, ott pedig a belvárosban, 41-esnél egy új sáv kiépítését jelenti. Beadtuk a pályázatot a kórháznál, például az Ady Endre út, Kállói út, annál a csomópontnál, oda egy körforgalmat szeretnénk építeni, és most hirtelen fejből nem is tudom, mik vannak még, de nagyon sok útfelújítás is. A kerékpárút hálózat, ugye hivatalosan a múlt héten adtuk át, de a nyíregyháziak már hetek óta használják, hála Istennek, a Tokaiig megépült kerékpárutat. Ez ugye a modern városi programunk első pontja volt, teljesült. A másik irányban Borbányát bekapcsolva pedig nagyon remélem, hogy tavasszal tudjuk kezdeni a kerékpárút építést. Ez tulajdonképpen a debreceni Kígyó utcai csomóponttól indul. Ugye addig kihúztuk tavaly a kerékpárutat, és a Kállói út, a Csárda utca a végállomás. De emellett útfelújítással kombinált kerékpárutat tervezünk a Derkovics utcára, illetve a Tünde utcára is, ahol ugye nagy cégek működnek. Folytatódik-e, vagy lezárult-e, vagy teljessé vált-e a digitális Nyíregyháza program? Ugye a legutóbb, talán többen észrevették a videó előtt, kiraktuk az információs táblákat, ezek még telepítés alatt vannak, és több elképzelésünk van, aminek vannak már olyan szakaszai, amik megvalósításba fordulnak. Nyertünk 10 elektromos töltőállomásra pályázatot, ez is valószínűleg áthúzódik a következő évre, illetve nagyon szeretnénk a egyetemmel, iskolákkal együttműködve a képzés segíteni a digitalizáció által. Optikai kábelfejlesztés? Az is. Most épp a Digivel vagyunk tárgyalásban, a Telekommal már lezártuk, és hát szeretnénk azt a célt elérni, amit kitűztük, hogy a város lefedettsége teljes körül legyen. Ez a külterületeken légvezetékkel történhet, de ahol egy mód van rá, ott a földkábeles, tehát a föld alatti legmodernebb optikai vezetéket szeretnénk. Tárgyalások még arról folynak, hogy átmeneti időt tudunk-e biztosítani, tehát hogy minél előbb meglegyen a fejlesztés légvezetékkel, és aztán néhány éves szoros határidőn belül a légvezeték is legmodernebb fölkábeles vezetékként fejlődjön tovább. Polgármester úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm a meghívást.